A tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve a feljutásra hajtó vendégek voltak az esélyesebbek az alsó régióban tanyázó Gyula ellen, amely Szegváron játsza hazai meccseit. Idegenben azonban nem könnyű érvényesíteni a papírformát, így a nyíregyháziaknak is meg kellett harcolniuk a két pontért. A sokáig kiegyenlített mérkőzést végül az utolsó párban fordították maguk javára fintáik. Az első szettben a Mogyorósi Péternek sajnos nem sikerült megszerezni a csapatpontot, a harmadik szettben azt lehet mondani, hogy eldőlt a párharcuk, viszont mellette a Fehér Bélának az 544 fával magabiztosan, folyamatosan sikerült begyűjteni a csapatpontokat, és már így alakulhatott ki, hogy 1-1-re ugyan, de mégis 23 fával vezetni tudtunk, és a középső sorban volt igazából egy nagyon fontos pontszerzés, ami a Szójka Miklósnak 499 fával sikerült, és plusz 4 fával mentünk fel a Hakker Dezsővel már a zárósorra, de ekkor látni lehetett, hogy már csak egy szettpontra van szükségünk, illetve a csapatfát kell megtartanunk. Hát ez sikerült a Dezsőnek mindenképpen, illetve jó magamnak is megszerezni, így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban diadalmoskodni tudtunk, és a végére egy könnyed mérkőzés kerekedett ki ebből a párharcból. Mivel a nyíregyháziak célja a bajnoki cím megszerzése, minden mérkőzésen győzelmi kényszer alatt lépnek dobóállásba az NTK játékosai. Minden párharcra koncentrálni kell az éppen pályán lévő játékosoknak, a végeredmény meg úgy vagyunk vele, hogy majd csak kialakul, tehát mindenképpen a fontos párharcokat kell megvívnunk. Végül is lehet mondani, hogy Gyula ellen is fejfej mellett haladtunk, és a Hakker Dezsővel az utolsó etapok egyikében, ugyanis a harmadik szettben sikerült 2 fára fektetni a Gyula csapatát, Dezsőnek egy 60 fás szériát sikerült pluszba hozni, amíg nekem egy 30 fást, és ott dölt el igazából, ami még azt lehet mondani, hogy a zárósorban egyáltalán nem lehetett tudni, hogy melyik csapat fog diadalmaskodni, tehát mindenképpen idegenben nagyon nehéz feladatunk van, de bízunk benne, hogy hazai pályán könnyedebb meccseket fogunk játszani, és reméljük, hogy majd az ellenlábasaink előbb-utóbb majd botlani fognak, nekünk pedig fejben valóban el kell viselni a tétnek a súlyát, és mindenképpen a céljaink felé kell haladni, majdnem azt mondom, hogy 100%-os teljesítménnyel innentől kezdve. Az NB I keleti csoportjának tabelláját a 20 pontos Eger vezeti, megelőzve a 18 pontos Nyíregyházát és a 17 pontos BKV Előrét. Az NTK szombaton a Szank együttesét fogadja a Városi Stadion Teke csarnokában.